Rendkívül nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján. Néhány héttel ezelőtt rendhagyó adás keretében teszteltem egy 265 forintos, tehát alig 1 dolláros fülhallgatót, ami az árához viszonyítva abszolút rendben volt, és abszolút pozitív csalódást okozott. Most is egy viszonylag olcsó termékkel, a Xiaomi Piston In-Ear fülhallgatóval foglalkozunk, ami a kínai cégnek az egyik legolcsó fülese most a piacon. Hogy mégis mire képes, milyen drágább A-kategóriájú termékeket tud megszorongatni? Azonnal mondom. Nehéz adatokat kezelni a fülhallgatókról, az viszont biztos, hogy az ellenállása ennek a Xiaomi Pistonnak 32 ohm, az érzékenysége pedig 101 decibel. Valószínűleg most azért kevesen lettek okosabbak, attól viszont mindenképpen, hogy 1,25 méteres, tehát 125 cm-es a kábel, ami bőven elég ahhoz, hogy egy átlagos vagy annál magasabb embernél is, aki a telefonját a zsebében hordja, onnan is elérjen a füléhez a kábel, és kényelmes legyen, ne akadjon be mindenhova. A kialakítása, a minősége abszolút rendben van ennek a fülhallgatónak, anyaghasználat tekintetében a gyártótól megszokott minőséget kapjuk, az in-ear, tehát fülbe, hallójáratba illeszkedő kialakítás pedig segít kiszűrni a kültéri zajokat, a gumiharangok könnyedén cserélhetők, ellenben a dobozban nem mellékelnek ilyen kiegészítőket, valószínűleg azért sok kompatibilis megoldást találunk majd a boltokban, éppen ezért könnyedén lehet cserélni, hogyha elhasználna egy ilyen gumiharang. Kipróbáltam többféle fülest egymás után, először jött az a nagyon olcsó 265 forintos, majd a Xiaomi Piston, ezután az Apple-nek az EarPods-a, majd utána egy drágább RH, valamint Sennheiser fülesekkel próbáltam meg ugyanazt a zenét meghallgatni, ugyanannan a résznél. Nyilván a 265 forintos headset hát messze elmaradt ettől a Xiaomi minőségtől, viszont a Xiaomi már nem maradt el annyira az Apple-nek a fülesétől, pedig az drágább ennél nem is kevéssel. Egyértelmű viszont, hogy egy Sennheiser vagy egy RH még mindig sokkal többet tud, mint egy ilyen olcsó füles. Nem is az volt a kínaiak célja, hogy azok ellen versenyezzen, de nem is ér 10-szer többet mondjuk hangminőség terén akár egy RH vagy akár egy Sennheiser, de nyilván a white fülek azért abszolút ki fogják hallani a különbséget a drágábbik, illetve az olcsóbbik termékek között. A hallójáratba illeszkedő kialakításnak köszönhetően alig halljuk a kültéri zajokat, és kifele sem sugárzódik annyira a hang. Én megkérdeztem csendes szobában, hogy mennyire hallatszódik ki, maximum hangerőre tekerve az, hogy én éppen zenét hallgatok, és nagyon kicsit, kültéren pedig, akár vonaton, buszon pedig bőven biztosak lehetünk abban, hogy más nem fogja hallani, hogy mi éppen mit hallgatunk a fülünkben. Mi sem fogjuk hallani, tehát a kültéri zajokat, nem egy zajszűrő headsetről beszélünk, az egyértelmű, viszont egész jól magunkba tudunk fordulni, hogyha ezt a fülhallgatót használjuk. A jobboldali kábelen egy hanghívások aktiválására, tehát fogadására, valamint befejezésére szolgáló gombocska is megtalálható, ami nem kattog túlságosan hangosan, és a minősége is rendben van, tehát nem ilyen lötyögős műanyag az egész. Minőségben tehát abszolút rendben van, és a 6-7 dolláros, tehát nagyjából 1800 forintos árért cserébe egy olyan fülhallgatót kapunk, amire nem fogjuk sajnálni kifizetni ezt a pénzt, és ha ne adj Isten elromlik, összetörik, rálépünk, bármi baj esik, akkor is még nyugodtan rendelhetünk még egyet-kettőt, olyan árban leszünk, mintha egy drágább fülest használnak, hiszen minőségben abszolút meg tudja ugorni azoknak a headseteknek is a szintjét. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez volt tehát a Xiaomi Piston In-Ear fülhallgató, és ez voltam én Zsolt. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és legyetek jók, ha tudtok, mert a többi nem számít. Szép napot kívánok, sziasztok!